Kedves kertbarátok, elérkezett az ideje a paradicsom magfogásának. Nagyon sokan ezt nem tudják, hogyan kell elvégezni, és komoly problémákat okozhat, amikor később, jövő tavasszal vagy télen egy magbőrzén paradicsommagot vásárolunk, és az a paradicsommag nem működik, vagy akár beteg növényeket tudunk becipelni így a saját kertünkben. Mi a legfontosabb paradicsom magfogásakor? Az első és legfontosabb az, hogy a növény, amelyről szedjük a paradicsomot, egy egészséges növény legyen. A második nagyon fontos, hogy még az érési fázisnak viszonylag az elején szedjük le azt a teljesen egészséges termést, amelyből magot fogunk. Itt például jól látható, hogy mindegyik termés egészséges, nincsen rajtuk sem baktériumos, sem gombás elfajulás. Az elsőt ugye leszedtük, megkóstoltuk, és úgy ítéltük, hogy ez nagyon finom, alkalmas arra, hogy magot fogjunk belőle, és jövőre ebből legyen a paradicsom. Amikor én levágtam a paradicsomot, akkor a következőképpen járunk el. Szépen keresztben elvágom. Így láthatóvá válnak az úgynevezett magkamrák. Szép piros paradicsom, hagytuk megérni, érett magok vannak benne. Ezeket egy nagyon kicsi kiskanállal bele lapátolom valamilyen edénybe. Így egy kocsonyás anyagot szedek ki a magokkal együtt, ami különösen minket nem zavarna, hiszen amikor megszárad, akkor ez olyan láthatatlanná válik. A növényt viszont igen, ugyanis ebben csírázásgátló anyagok is vannak, ezt el kell távolítsuk a magról. Az eltávolításnak a legegyszerűbb formája, ha felereztem vízzel, és beleteszem egy befőttes üvegbe. A befőttes üveget valamennyire telerakom vízzel, nem kell teljesen tele, és fogom, lezárom egy ilyen tetővel. Majd kirakom panakra. Ezt én már megcsináltam 2 nappal ezelőtt, így néz ki a végeredmény, a 2 nappal ezelőtti végeredmény. Berohadt itt szépen a paradicsom. Leöntöm róla óvatosan a tetejét. Amikor már jönnének a magok, akkor áttöltöm egy tálba, kicsit kézzel megmorzsolgatom, majd fogom, és leöntöm róla a vizet. Mindig csak annyit, hogy a paradicsom magok benne maradjanak. Ezt a folyamatot ilyen aranymosásszerűen többször végig csinálom. Amikor már tisztulna a víz, mindig körbe tekerem. És amikor elérem a tiszta magállapotot, akkor fogom, és egy szalvétán, vagy valamilyen papírtörlőn szépen megszárítom. Soha nem a napon, mindig árnyékba, szép kíméletesen történik a szárítás. Amikor megvan a szárítás, akkor kicsi papírzacskókba tesszük, és mindegyikre felírjuk a fajtát, vagy hát amit tudunk róla, és így tesszük el egy szellős szekrénybe. Ha így jártunk el, ez az egy, amikor lelkiismeretesen adhatunk másoknak magbőrzén paradicsommagot, ugyanis
aki ezt eltolja, a magfogást a termésérés végére, azoknál mindig lesz benne valamilyen fertőző anyag. És egy másik hobbi kertésznek fertőzött magot adni, az nem egy baráti cselekedet, de ha magunknak nézzük, akkor sem lesz egy jó ötlet, mert már a palánta nevelés időszakában el fognak halni a növények. Köszönöm, hogy meghallgattak.